Bemutatkoznék, Belzi Zoltánnak hívnak, Csodák Palotájában dolgozom, ahol már lassan harmadik éve mutatok be látványos, érdekes fizikai kísérleteket, és ezek közül megint hoztam néhányat, néhány kedvencet. Ezek azért kedvencek számomra, mert ezeket nem olyan régen kezdtem el bemutatgatni, tehát nem olyan régen láttam meg ezeket a kísérleteket, és az új kísérletek általában mindig nekem azok a kedvenceim. Nem tudom, mennyire látszik még, talán egy kicsit kijebb húzom. Ki lehet látni, hogy itt kipakoltam mindenféle dolgokat, és ez egy feladvány lenne. Én is adok egy feladványt, ne csak a tanár úr adjon. A feladvány a következő. Itt van egy üres sörös doboz, amit ide lerakok. Kézzel nem szabad hozzáérni, de az asztalon lévő eszközökkel, tehát ettől jobbra eső nektek, ettől balkész fele eső eszközökkel, valahogy arra kell készíteni, hogy leguruljon az asztalról. Tehát, hogy a sörös doboz leessen oda a földre. Innen hallottam az egyik legszellemesebb ötletet, fújjuk el, de persze csak az itt lévő eszközöket lehet használni, tehát természetesen akkor azt fogom csinálni, hogy meggyújtom a gyertyát, és azt lehet látni, hogy amíg ég a gyertya, addig ugye a sörös doboz az ott van. Viszont, ha elfújom a gyertyát, akkor a sörös doboz legurul. Nagyon jó a válasz, ez az egyik megoldás. Van-e valakinek még esetleg ötlete? Jó, persze lehet ilyet is, hogy a vonalzóval megütöm. Ez túl egyszerű, de esetleg, ha valaki a vonalzóval tudna valami mást. Ez a szőrmedarabba dörzsöljük meg, igen, és azt nagyon jól tudjuk, hogy bizonyos dolgok dörzsölés hatására elektromos állapotba jutnak. És ilyenkor, ha a doboz közelébe viszem, akkor kölcsönhatásba lép vele. Ezt gondolom mindenki ismeri, iskolában ez egy alapkísérlet, akár műanyagból az ott, vagy iskolában mondjuk ebonit rudat szoktak dörzsölni, ez bárki otthon elvégezheti. Nagyon jó. Ez egy kis elektrosztatikai kísérlet volt. Na, hát nézzük még, mi maradt itt. Esetleg még ezek közül lehetne használni valamit. Lufival mit lehetne csinálni? Főfújjuk, persze. És akkor ilyenkor is arra tudjuk készíteni. Sőt, ezt még sose próbáltam. Kíváncsi vagyok rá. Fölfújom a lufit, csomót kötök rá. Megdörzsölöm. És akkor ezt is elektromos állapotba lehet hozni, és akkor ez is vonzani fogja a sörös dobozt. Nagyon jó. Na már csak egyetlen egy eszköz maradt. Ki gondolt volna rá, hogy ezzel is lehet valamit csinálni? Na szerinted mit kell csinálnom ezzel a mágnessel? Tessék? Hogy átfér rajta a sörös? Hát nem. Hát rá lehet tenni, csak akkor eldől oldalra. Jó, persze lehet, de most zárjuk ki a mechanikai kölcsönhatásokat, de nem az, hogy mágnessel arrébb ütöm, hanem mit lehet csinálni ezzel a mágnessel? Tényleg, az asztalt azt el lehetne húzni, és akkor lehet, hogy akkor, ha ügyesek vagyunk, a sörösbe legurulna. Ugye ez egy becsapós dolog szokott lenni, hogy te jelentkezel. Pontosan erről van szó. Azért látom, olyanokkal van dolgom, akik már tanultak egy kis fizikát. Amikor ezt pici gyerekeknek szoktam bemutatni ezt a kísérletet, és mondom, jöjjön ki valaki, mutass meg a megoldást, rögtön a kisgyerek a mágneshez ugrik, és tartja a doboz közelébe, és utána rácsodálkozik, hogy az alumínium doboz nem vonza a mágnes. Ugye? Gyerekek köztudatában ugye az azért, hogy a mágnes minden fémet vonz, mi pedig azért jól tudjuk, hogy azért a fémek között elég sok kivétel van. Az alumínium is ilyen, tehát a mágnes nem vonza az alumínium doboz. Igen ám, de hogyha a mágnest mozgatom a dobozhoz képest, akkor már lehetséges kölcsönhatás. Csak ahhoz az iskolai mágnes ez túl gyenge, kell hozzá egy ennél sok erősebb mágnes. Ez egy neodímium mágnes, ez a sima hétköznapi ferrit mágneseknél 5-6-szor erősebb. Hogyha én ezt egy fém felülethez hozzáraknám, akkor körülbelül 1400 newton erő lenne szükséges ahhoz, hogy levegyem. Úgyhogy elég veszélyes. Nem ismerem fém dolgok közel, pontosan mondjuk vas közelébe vinni, mert akár az ujjamat is el tudja törni. De nézzük, mi történik, hogyha óvatosan elhúzom a sörös doboz felett.
Mindenki elhisz, hogy nem azok a légörvények mozgatták arra, amit ilyenkor a kezemmel keltek. Most ez az ujjam volt. Az a baj, lejt az asztal. És ma annyiszor leesett ez a sörös doboz, hogy már deformálódott is, és nem akar igazán gurulni. Mondom, lejt az asztal, itt van egy süllyedék, itt van egy bőr, de a megoldás tényleg jó. Ugye ebben az esetben, amikor a mágnest mozgatom, akkor a mágnesnek a mágneses tere is vele együtt mozog, és az a változó mágneses tér fog úgynevezett örvényáramokat indukálni ebbe a sörös dobozba, és ezek az áramok fognak kölcsönhatásba lépni a mágnese, és mindig olyan irányú lesz a kölcsönhatás, hogy próbálja akadályozni azt a hatást, ami ezt az egészet létrehozta. Ezt úgy is hívják, hogy Lenz törvénye. Magyarul, hogyha a mágnest közelítem az alumínium dobozhoz, akkor taszítás, hogyha elhúzom tőle, akkor pedig vonzás jön létre. Tehát, hogy amikor nem megyek bele a részletekbe, ezt gondolom mindenki el tudja képzelni, jó? Tehát örvényáramok keletkeznek. Na, összegyűjtöttem, szoktam kipakolni sokféle dolgot, több mint 10 megoldás van egyébként ennek a feladványnak, mi most csak néhányat tárgyaltunk. Na, itt van ez a kis kempingfőző készülék. Ennek a segítségével egy repülőeszközt fogok bemutatni. Ez nem más, mint egy szemetes zsák, aminek az aljában egy nagyon vékony kis drót van, egy kis nehezék, és ennek a főzőnek a segítségével föl fogom melegíteni a szemetes zsákban található levegőt. Ezt bárki otthon kipróbálhatja, csak azért vigyázzunk, nem érdemes túl közel tartani a főzőhöz, mert akár be is tud gyulladni. Ugye a kísérletet mindenki érti. Még szerencsé, hogy nem a fejemre ment rá. A benne lévő levegőt, hogy elkezdtük felmelegíteni, kitágult, hogy a sűrűsége lecsökkent, és ezáltal ennek az egész szemetes zsák modellnek, vagy hőlégballon modellnek is lecsökkent a sűrűsége, kisebb lett mint a levegő sűrűsége, és ezáltal a felhajtó erő föl tudta emelni. De amint fölért, ugye nem tudtam folyamatosan melegíteni, nem tudtam utána vinni, ezért amikor lehűlt, megnőtt a sűrűsége, és egy idő után már visszahullott. Ki lehet otthon próbálni, csak tényleg arra vigyázzunk, hogy nehogy ráolvasszuk a főzőre, vagy esetleg a fejünkre ezt a műanyag zsákot. Igen. Ki az, aki mondjuk panelházban lakik? Tegye föl a kezét. Vagy olyan házban, ahol mondjuk ez most rossz kérdés volt, ahol mondjuk gázt használnak mondjuk. Ez csak egy kereszt kérdés volt, hogy jó. Mi van akkor, ha mondjuk, azért mondtam, hogy panelházban, ott biztos, hogy van az embernek szomszédja, míg, hogyha mondjuk családjázban lakik az ember, akkor már kicsit messzebb esik a szomszéd. Tegyük fel, hogy kilépünk a lépcsőházba, és mondjuk a szomszédból azt érezzük, hogy szivárog a gáz. Tehát, hogy valami gázszivárgás lehet, ilyen gázszag jön belőle. Mit kell csinálni ilyenkor? Hát természetesen értesíteni kell a szomszédot, ugye? És hogy értesítsük a szomszédot? Kopogjunk be az ajtaján, vagy nyomjuk meg a csengőt? Na, hát a következő kísérlettel azt szeretném modellezni, hogy mi történik akkor, hogyha megnyomjuk a csengőt, és abban a lakásban mondjuk elég sok gáz gyűlt össze. Igen? Tessék? Azaz, a csengőnél keletkezik egy szikra, és ez a szikra nagyon veszélyes tud lenni, mert a gáz, hogyha van ott még oxigén is, akkor ott egy kémiai reakció jöhet létre, és az berobbanthatja az egész lakást. Én ezt most piciben megcsináltam, ezt a kísérletet. Itt van egy kis filmes doboz. Ez a kis filmes doboz, ez legyen a lakás, jó? A csengőnek a szikráját ez az eszköz fogja előállítani. Hát vannak ezek a gázgyújtók, abból kiszereltem egy ilyet, és akkor gombnyomás hatására ilyen kis szikra keletkezik itt. Hát ezt mindenki ismeri, csak egy ilyen kis dobozban van szerelve. Tehát amikor megnyomom a gombot, lehet is hallani. Hát nem viszem a
mikroport közelében ezek nem szeretik ezeket a nagy feszültségeket. Tehát amikor megnyomom a gombot, akkor keletkezik egy kis szikra, egy több ezer voltos szikra, és megnézzük, hogy mi történik akkor, jó? A gázt azt most egyszerű módon egy ilyen hónagy dezodorral fogom előállítani. Igen, ezt kiveszem. Na, akik ijedősebbek, azok most fogják be a fülüket, jó? Előfordul néha, hogy nem történik meg a gázrobbanás. Mivel, ha túl sok gáz fújunk bele, és kevés az oxigén, akkor nem jó az arány. Viszont most tökéletes volt. Köszönöm szépen. Az egyetemen megtanították nekem, hogy jól sikerült kísérletet nem szabad megismételni, akkor biztos, hogy másodszor nem fog sikerülni. De én most szeretném azért megismételni, hogy fölvíjam mindenkinek a figyelmét arra, hogy mi történik itt ebben az esetben, úgyhogy be fogok sötétíteni, meg kell lekapcsolni a világítást. És akkor most figyeljen megint mindenki, hogy mit látott, jó? Jó. Ez már elég lesz hozzá. Na. Tehát itt figyeljétek a doboz, jó? Hát egy kis fényjelenséget is lehetett látni. Természetesen a gáznak a berobbanása volt. Köszönöm szépen. Nem vagyok kémikus, úgyhogy többet nem is mondok erről a kísérletről. Csak a tapasztalat legyen annyi, hogyha gázszivárgás van, akkor ne csengessünk, jó? Valószínűleg ezt a hibát többször nem követi el az ember az életében, maximum egyszer. Na, és legvégére nagyon jó pofa kísérlet, amihez kellene nekem egy segítőtárs vagy egy vállalkozó kedvű diák, ki megpróbálja ezt a spárgát, ezt a madzagot elszakítani. Na, hát egy hölgyek mondjuk, akkor parancsolj. Tudod mit? Én azt mondom, hogy gyere ki, és megtanítalak rá, hogy hogyan tudod elszakítani. Akár egy 5 éves kisgyerek is el tudja szakítani ezt a madzagot, csak megfelelő technika, vagy megfelelő fizikai ismeret szükséges hozzá. Na, tudod mit? Vágok neked egy hosszabbat. Így. Ezt kicseréljük egy hosszabbra. Jó? És akkor... amit mutatok, azt próbáld meg utánam csinálni, jó? Tehát, figyelj, így kinyújtod a bal kezed, így, megvan? Jó, oké, okay. És akkor most a következőt csináld utánam, jó? Így, átdobod ezt ide, átköpöd így, így, ezt így vissza, ide bele a hüvelykujjadat, így, így, megfogod, és készen is van, el van szakítva. Parancsol. Megmutatom még egyszer, jó? Egy kicsit lassabban, jó? Na, tehát bal kéz így. Átdobjuk rajta így a madzagot. Oké. Okay. Ami a tenyered mögött van madzag, ezt megfogod, és még egyszer átdobod a tenyeret. Tehát egyszer körbe húrkoltuk a tenyerünk körül. Így. Eddig jó. Most megfogjuk a madzagnak másik végét, ami a tenyerünk előtt van. Ezt. És akkor úgy kell a mutatójunkra rácsavarni, hogy önmagát így befogja. Tehát így saját magára rácsavarva, egy ilyen 3x4-szer. Azaz, jó? Aztán ezt ide elvezetjük, erre már nem lesz szükség. Na, akkor most a tenyerünk mögötti madzagot így visszahúzzuk, úgy, és ide, ebbe a hurokba beledugjuk a hüvelykujjunkat, és ezt így kifeszítjük. Így, kicsit segítek, jó? Így. És akkor most egy jó, erős mozdulattal, egy határozott mozdulattal, lehetőleg minél jobban a madzag végét fogva, ráncsd meg, és akkor vagy leszakad az ujjad, vagy a kötél szakad el. Tehát így, csak bátran, határozottan. Így. Úgy, igen. Határozottan. Így, nézzed? Ez az. Egy tapsot megérdemel a hölgy. Köszönöm szépen, visszajöhetsz a helyedre. Ha otthon ki szeretnétek próbálni, még egyszer megmutatom, de lehetőleg vékonyabb madzaga kezdjétek, hogyha már megy, akkor lehet vastagabbal is.
akitől én ezt a kísérletet tanultam, az már eljutott arra a fokra, hogy ő már fűnyírodamillal, illetve acélzoltokkal kísérletezik. Tehát mutatom még egyszer. Átdobjuk a madzagot a kezünkön, tenyerünkön. A tenyerünk mögött van, azt még egyszer átdobjuk, így. Tenyerünk előtti részt ráhúrkoljuk a mutatójunkra, fontos, hogy úgy, hogy saját magát befogja, háromszor, négyszer, ide félre, vissza, és ide be a hüvelykújunkat. Na, hát ha most valaki megnézi ezt a szerkezetet, nem tudom mennyire látszik. Semmi nem látszik. Akkor lerajzolom. Van kréta. Tehát egy ilyesmit kell létrehozni. Ki van feszítve egy madzag, és az a madzag, amit meg fogunk rántani, az pedig valahogy így helyezkedik el. A zöld tábla az a kezem, jó? Tehát van egy madzag, ami vízszintesen fut, és van egy madzag, ami át van dobva rajta. És amikor mi ezt megrántjuk, ezt a madzagot, mondjuk valamekkora F-erővel, akkor a vízszintesen kifeszített madzagban ennek az erőnek sokszorosa fog megjelenni. Magyarázatokban nem megyek bele, de mindenki elképzelhető, hogy ha itt ébred egy erő, akkor itt mekkora erőnek kell ahhoz ébrednie, hogy a két vektor által meghatározott eredő erő ezt próbálja valahogy kiegyenlíteni. Tehát itt vektorokról van szó. Az ember ezt fölrajzolja, ebből a szögből ki tudja számolni, és akkor amikor meg lehet növelni, meg lehet sokszorozni az erőt, és könnyeden el lehet szakítani a madzagot. Valaki a hátsó sorokba ült és nem látta, szívesen akkor itt a előadás után megmutatom még egyszer, tehát majd ki lehet jönni. Ezeket a kísérleteket szerettem volna bemutatni. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek!